Üdvözlöm a képviselőtestület tagjait és a megjelent hivatali dolgozóit, sajtó képviselőjét. A képviselőtestület 2021. augusztus 31-i rendkívüli testületi ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 12 fővel határozat képes. A napirend megállapítása következik. Kettő napirendi pontunk van, egy nyilvános ülési napirendi pont és egy zárt ülési napirendi pont. A napirend, Szőke Péter képviselő úr, napirend előtt. Köszönöm szépen, polgármester úr, ugye én írtam neked egy levelet a nap folyamán, hogy szeretném kérni az egyik napirend levételét, egyik pontnak a téma levételét a napirendről, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan horderejű kérdés, egyrészt személy jellegű kérdés, és ezért a zárt ülést azt gondolom, hogy indokolt lenne, másrészt pedig nagyon előkészítetlennek gondolom az egész folyamatot, hogy egy intézményünket úgy nevezzük el, hogy hirtelen felindulásból egy-két napon belül csinálunk egy rendkívül ülést, úgyhogy erről semmifajta előzetes egyeztetés nem volt, informális megbeszélés. Jön egy hirtelen ötlet, majd ezt a dolgot így elénk hozod erőterjesztés gyanánt. Én ezt méltatlannak gondolom, mind Cselászlóval szemben, mind az intézményünkkel szemben, és velünk szemben. Úgyhogy emiatt szeretném kérni, hogy ezt vedd le a napirendről, és történjen erről egyeztetés, informális egyeztetés, ami elmaradt. Már csak azért is, mert megérdemli ez a téma, hogy erről tudjunk beszélgetni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Képviselő, nekem erről az a véleményem, hogy nehéz lesz menteni a menthetetlent. A előterjesztés szerintem eléggé jól előkészített. Képviselő úr, egyik képviselő úr a bizottság ülésen mondta, hogy ez nem volt leegyeztetve a képviselőkkel. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, az előterjesztéseket nem szoktuk leegyeztetni. Most is lesz majd egy képviselőtestületi ülésünk szeptember 29-én. Egyetlen napirendi pont nincsen leegyeztetve a képviselőkkel. A bizottsági ülésekre készülnek el az előterjesztések, a bizottsági ülésen ismerkednek meg, illetve hát előtte a kiküldött anyagokkal a képviselők, és ott döntenek arról, hogy azt támogatják-e vagy sem, ez a bizottsági ülésen történik meg. Sajnos az előterjesztésemet a pénzügyi és jogi bizottság nem tárgyalta, levételre került, így azt megvitatni sem lehetett. Én a pénzügyi és jogi bizottsági ülésen elmondtam, megkérdeztétek, hogy mi indokolja az előterjesztést most ezen a testületi ülésen, hogy most hoztam be az előterjesztést. Én elmondtam, mert ahhoz nyilván lehet vitatkozni azon, hogy jó-e olyan javaslatot tenni, hogy élő szeméről elnevezni egy intézményt. Egyébként nyilván mindannyian tudjátok, hogy a Török Bálinton is volt már erre példa. Nagyon büszkék voltak rá, hosszú évtizedekig viselte Szőnyi Erzsébet nevét a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola. Szőnyi Erzsébet nagyon büszke volt rá. Úgy gondolom, hogy ez Cselászló esetében sem történne másként, hiszen megkérdeztük Cselászlót, ő megtiszteltetésnek vette, és elfogadta ezt a jelölést, ezt jelezte nekünk kvázi írásban, hiszen Konrád Ildikó intézmény vezető asszonynak telefonon írt vissza, hogy köszöni szépen, és megtiszteltetésnek veszi, és elfogadja. Tehát itt csak az merülhet föl, ugye mivel ahhoz kétség nem fér, hogy mindannyian elismerjük az érdemeit ennek az úszó fenoménnak, akik azért mondjuk nem minden bokorban születik ilyen úszó, és az eredményeinek egy nagyon jelentős részét Török Bálinti felkészüléssel érte el, és második otthonának tekintette Török Bálintot hosszú éveken keresztül. Nem beszélve még arról is, hogy mekkora mágnes volt ez, hogy Cselászló ebben az úszodában úszott. Tudjuk azt, hogy mit jelentett ez az utánpótlásnak is. Én nagyon örülök neki egyébként, hiszen
talán egyszer, van ez már vagy fél évvel ezelőtt, mikor összefutottam vele az uszodába, és mondtam, hogy Laci, ha egyszer lezárod a pályádat, biztos azt fogom javasolni, hogy az uszoda legyen Cseh László. És akkor azt mondta nekem, hogy de hát polgármesterül még nem haltam meg. És akkor mondtam neki, hogy ne haragudj, Laci, nem muszáj ahhoz meghalni, hogy valakiről elnevezzenek valamit. Életében is lehet arra nagyon büszke. Szerintem Szőnyi Erzsébet is rendkívül büszke volt arra, hogy a zeneiskola az ő nevét viselte. És büszke erre a Fazekas Gimnázium tornacsarnokát, illetve sportcsarnoká nevét viszes Szilágyi Áron, aki köszöni szépen, szerintem hasonló korban lehet, mint Cseh László, és nagyon büszke arra, hogy egy gimnázium a sportcsarnokát róla nevezte el. Én úgy gondolom, hogy ha azt gondoljuk, hogy ez az uszoda viselheti Cseh László nevét, akkor teljesen mindegy, hogy azt most fogadjuk el, vagy szeptember 29-én. Teljesen ez indiferens. De ha úgy gondoljuk, hogy vitatkozni lehet egyáltalán azon, hogy Cseh László nevét viselje a sportcentrum, akkor majd úgy gondolják a képviselők, hogy azt szeptember 29-én vitatkozni fognak róla. Egyébként én abban nem nagyon szeretnék részt venni abban a vitában, mert az tényleg az, tehát az méltatlan. Tehát, hogyha arról vitatkozunk, hogy viselje el Cseh László nevét, meg megérdemli-e, már ez a történet is, amit most folytatunk már, ez is méltatlan. Nem Török Bálinthoz méltó. Megkérdeztétek tőlem, hogy miért most? Azért, mert mindannyian jövő héten fogjuk búcsúztatni, a város jövő héten búcsúztatja ezt a kiváló sportolót. Ha úgy gondoljátok, akkor nyilvánvalóan meg kell erősítetni Cseh Lászlóval azt, hogy ő ebben, hogy ezzel egyetért mondjuk írásban. Én ezt pont erre a rendezvényre szerettem volna időzíteni, hogy ő akkor aláír egy olyan nyilatkozatot, amiben egyetért azzal, hogy az ő nevét viselje ez a sportlétesítménynek az uszoda része, mert természetesen itt csak erről az uszoda részről beszélünk. Nem tudok rá jobb időpontot, mint hogy ezt jövő héten, kedden, ahol mindannyian részt veszünk, ezt ott ejtsük meg. Úgyhogy én nagyon kérlek benneteket, hogy ezt gondoljátok át, ennek elképesztő nagy támogatottsága van Török Bálinton. Én biztos vagyok benne, hogy van olyan, aki kétségeit fejezi ki, nincs olyan téma, ahol nem találunk olyat, aki kétségeit fejezi ki. De hogyha valaminek egy nagyon egyöntetű támogatottsága van Török Bálintonnak, az biztos az. Úgyhogy én nagyon kérlek benneteket, semmi nem fog változni szeptember 29-éig, ha csak nem arról van szó, hogy valakik ezt úgy gondolják, hogy mégsem támogatják. Szőke Péter képviselő úr. Köszönöm, polgármester úr. Az is mutatja a dolognak az ötletszerűségét és az előkészítetlenségét, hogy ugye bele van írva az anyagba, hogy Cseh László éppen külföldön van, és nem tudta megerősíteni írásban a hozzájárulását ehhez. És azt gondolom, hogy ez nagyon jól mutatja azt a folyamatot, amivel nekem a legfőbb problémám van. Most itt fölhoztad, hogy itt az ügyeket a bizottsági ülésen, meg a testület ülésen szoktuk megtárgyalni, és akkor utána döntünk. Ez így van. Vannak viszont olyan ügyek, amelyek én azt gondolom, hogy igénylik az informális megbeszélést, és hozzátenném azt is, hogy egy ilyen ügy, mivel személyi állásfoglalást igénylő ügyről van szó alapvetően, tehát azért lássuk be, hogy egy személy munkásságát próbáljuk elismerni, vagy szeretnénk elismerni ezzel a, nem mondom, hogy ez egy kitüntetés, vagy egy díj, de én azt gondolom, hogy ennél sokkal nagyobb horderejű, mert a kitüntetésekből minden évben osztunk legalább egyet, a kitüntetéstől függen. Intézményt nem nevezünk el minden évben. Tehát én azt gondolom, hogy
az önkormányzati törvény 46-os paragrafusa beszél arról, hogy ilyen ügyben, ami személyi elsőgást igénylő ügyben, hogy az átülést szoktak tartani, és ráadásul még titkos szavazást is érdemes tartani, pont a személy jelleg miatt. Én azt gondolom, hogy megelőzte egy picit a szekér a lovat ebben a dologban, és ezért szerettem volna kérni, hogy vedd le a napirendről, mert van egy másik napirend, ami viszont effektív, sürgős is fontos, és nem szeretném, hogyha azt a napirendet esetleg nem tárgyalnánk amiatt, mert nem látod be az előkészítetlenségét ennek a dolognak. Ugye meg lett szervezve egy ilyen állófogadás, és azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Jobb lett volna, hogyha a sorrend kicsit más, tehát hogy nem az állásfogadásra kell ezt gyorsan akkor eldöntenünk, hanem ez a folyamat egy kicsit máshogy zajlik, és a méltó kereteit maga megadja ennek a dolognak. Ez mindenféleképpen megérdemelni a testület is, megérdemelni a település is, Cselászló is megérdemelni, és az intézmény is. Tehát, hogy és egyben szeretném kérni, hogy az ilyen jellegű döntési folyamatokat, ha lehet, akkor ne ilyen fordított sorrendben csináljuk, mert ezt én nem tartom túl szerencsésnek, és kellemetlen helyzetbe hozol sok képviselőt ezáltal. Köszönöm szépen. Képviselő úr, mindjárt adom a szót, mert látom a ügyrendi földvállalatot, nem tudom, hogy miért tudok ezzel kellemetlen helyzetbe hozni képviselőket. Én fel nem merült bennem a gondolat, képviselő úr, hogy ezt, bár nyilván lehet rajta vitatkozni, hogy élő emberről igen vagy nem, de fel nem merült bennem, hogy akad olyan képviselő Török Bálinton, aki úgy gondolja, hogy nem méltó mondjuk Cselászlóról elnevezni egy kis bűbályos uszodát Török Bálinton. Hogy miben mi előzte meg a lovat, meg a szekeret, vagy fordítva. Nem tudom, hogy mi méltóbb egy ilyen szerződés, egy ilyen okmány aláírására, mint a Cselászló pályájának a befejezése, méltó búcsúztatása Török Bálinton. Ez egy méltó esemény. Azt lehet kerülgetni a forrókását, hogy tulajdonképpen azért nem akarom, hogy tárgyaljuk, mert tulajdonképpen nem fogom megszavazni. Mert ha meg akarjátok szavazni, és támogatni akarjátok, akkor teljesen mindegy, hogy most, vagy szeptember 29-én tárgyaljuk. Ez teljesen mindegy, ez tök indiferens. Az, hogy előkészítetlen, szerintem ez az előterjesztés nem előkészítetlen. Egyébként, hogyha csak három mondatot írtunk volna a Cselászlóról, akkor is azt lehetett volna mondani, hogy mindenki tisztában van a pályafutásáról, nem is kell többet írni. Nem értem, hogy mi előkészítetlen ebben az előterjesztésben. Bruder képviselő úr. Ja, csak kijelentkeztél, aztán akkor... Ja, értem. Na, nagy tiszteltel köszöntök mindenkit, azért vették le az időmet, mert közben ment az idő, miközben itt egy nagyon hosszas párbeszéd alakult ki. Én azért nyomtam ügyrendit, mert tulajdonképpen már belementünk az előterjesztésbe, tehát én szerintem semmi probléma nincsen abból, hogyha erről beszélünk. Én azt gondolom, hogy szavazzuk meg a napirendi pontot, és akkor ezeket az érveket akkor nyugodtan el lehet mondani a napirendi pont tárgyalásakor, és nem is ismerek ilyen műfajt, hogy napirendi pont megszavazás előtt itt most tárgyalunk egy napi rendi pontról. Ennyit akartam mondani. Kétségtelen. Bruder képviselő úr. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Én végtelenül szomorú vagyok, hogy ennyire méltatlan keretek között kell erről a témáról beszélnünk. És az a helyzet, hogy nagyon sajnálom azt, polgármester úr, hogy ennyire nincs érzéked ahhoz, hogy hogyan kellene ezt a fontos politikai kérdést kezelni, hogy nem érted meg azt, hogy mit jelent az előkészítetlenség egy ilyen ügyben. Nagyon sajnálom, hogy ilyen helyzetbe
keverted Cseh Lászlót. Remélem, hogy nem fogja ezt rosszul venni. Köszönöm. Hát képviselő úr, mielőtt Somogyi Bálint képviselő úrnak megadom a szót, Cseh Lászlót nem én keverem ilyen helyzetbe. Én Cseh Lászlót megkérdeztem, elfogadja-e? Elfogadja. Hogy a kételjeiteket eloszlassam, mivel telefonon közvetlenül nem tudott Konrád Ildikó vele beszélni, leírta, elfogadja, nagyon szépen köszöni. Méltatlan helyzetbe az, hogy nem egyöntetűen állunk ki a történet mellett, és nem azt mondjuk, hogy igen, most, hanem majd tárgyaljunk róla. Tehát azt jelenti, hogy tárgyaljunk róla, hogy nem támogatjátok a kérdést. Hát ha támogatnátok, akkor miről beszélgetünk? Az egész életútját ismerjük, a Török Bálint életútját ismerjük. Tudjuk, hogy mit jelentett a városnak az, hogy itt sportolt. És én vagyok méltatlan? Hát ezt visszautasítom. Tehát ezt egyszerűen elképesztő. Én beszéltem vele, én megkérdeztem tőle, utána kvázi írásban is megkérdeztük tőle, és még én vagyok méltatlan, mert behozom azt a képviselő testület elé, egyébként, ami szerintem tök evidensnek kellene lennie. Somogyi, Földvári László, Nem szeretném megismételni az előzőt, szavazzunk a napirendi. Ja, természetesen. Bálint. Köszönöm szépen. Igaza van a Földvári László képviselőtársának abban, hogy nincsen ilyen, hogy itt a napirendről ennyit szoktunk vitatkozni, de mégis, mert az a baj, hogy 19. október óta az is egy új intézmény Török Bálinton, hogy egyáltalán azért küzdünk, hogy valamit napirendre tudjunk venni. És mivel azt megszoktuk, hogyha Péter beszél valamiről, akkor általában mindannyian egyetértetek vele, tehát egyöntetű lesz a döntésetek, tehát nem a képviselői lelkiismeret szerint szavaztok, hanem csoportként ki van adva az ukáz, és akkor mindenki ugyanazt a gombot fogja megnyomni. És mivel túl vagyunk egy PEB ülésen egy órával ezelőtt, és ott leszavaztátok már ezt a napirendet, én akkor sem értettem ezzel egyet, hogy ne vegyük napirendre. Prejudikálja azt, hogy most mit akartok dönteni, hogy miről fogtok dönteni, ezért konkrétan már most arról kell küzdenünk, hogy egyáltalán vegyük napirendre, és legalább akkor beszéljünk róla, hát ezért születnek az előterjesztések, ezért vagyunk itt 12-en, hogy meg tudjunk tárgyalni ilyen fontos dolgokat, itt tudjunk róla beszélni. Ha már ezt a vitát és ezt a beszélgetést megakadályozzátok, azzal szerintem pont ellehetetlenítettek a munkánkat és az mindenféle ilyesfajta együttműködést. Úgyhogy én szerintem inkább ez a méltatlan és ez a rossz irány, amit nem kéne követni. Köszönöm szépen. Ügyrendi Turay Tamás. Bocsánat, én csak szeretnék kérni a szavazás előtt egy szünetet. Köszönöm. Albert Gábor képviselő. Elrendelek 5 perc, jó, hogy... Köszönöm a szót. Előbb volt egy kis megbeszélés, kamerán kívül nekem volt egy módosító javaslatom, amit mindenkinek elmondtam. Én úgy gondolom, hogy az talán előre viszi ezt az ügyet, és méltó egyébként a napirendi ponthoz, és felold egyébként minden egyes kételyt, esetleg kockázatot is. És én ezt a módosító javaslatot majd szeretném elmondani egyébként akkor, hogyha megszavazzuk a napirendi pontokat. Úgyhogy szerintem szavazzunk a napirendről. Vegyük föl. Köszönöm szépen. Szavazzuk meg. Szöke Péter képviselő úr, napirenddel kapcsolatban? Így van. Mégpedig az lenne a javaslatom a napirenddel kapcsolatban, hogy szeretném kérni, hogy zárt ülésre ragd, hiszen a Lemmő TV azon paragrafusában, ami a zárt ülés megtartásáról szólt, tökéletesen beleillik, azt gondolom, hogy egy ilyen személyi tárgyalást igénylő ügyben ez lenne, egy sokkal kisebb ügyben is adomány, vagy díj, vagy bármilyen szempontból szoktunk zárt ülést tartani. Ezt szeretném kérni, hogy rak zárt ülésre. Köszönöm szépen. Képviselő úr kéri, hogy zárt ülésre rakjuk, az övé volt az utolsó javaslat, erről a kép... Tessék? Nem, ő azt szeretné, hogyha ezt a napirendi pontot is zárt ülésen tárgyalnánk. Ja, de bocsánat, előbb el kell fogadni a napirendet, utána lehet a napirendi pontokról zárt ülésről beszélgetni. Jegyzőasszony, így van. Mert eredetileg ez nyílt ülésként jött volna be, ha felvesszük, módosíthatjuk, hogy átrakjuk zárt ülésre. De addig nincs napirendi pont. Ruder képviselő úr? Bocsánat, lehet, hogy nem az ügyrendi gomb volt itt a megfelelő. De, az volt.
akkor az a kérésem, polgármester úr, hogy ezt vedd zárt napirendi pontok közé, még mielőtt a napirendről szavazunk. Köszönöm. De az, a jegyzőasszony, az nem úgy van, hogy a napirendet kell elfogadni, és utána lehet arról fog... Képviselő? Nem szerettem volna elmondani egyébként a módosító javaslatot a napirendi pont megszavazása előtt, de nagyon kell elmondom, de én úgy gondolom, őszintén úgy gondolom, hogy egyébként az a módosító javaslat szerintem abszolút előre visz, és bebiztosít mindenkit, és tulajdonképpen felold minden ilyen kételyt. Tehát az az én módosító javaslatom, amit egyébként mindannyian tudtok, szerintem az... azután bátran lehet egyébként szavazni. Köszönöm szépen. Ajánlja asszony. Tisztelt képviselőtestület, először a napirendről kell szavazni, és azt követően kell azokról szavazni, hogy az egyes napirendeket zártan tárgyaljuk, vagy ne. Erre. És hát ugye az egyértelmű, hogy minősített többség. Köszönöm. Köszönöm. Képviselő úr. Az azt jelenti, hogy akkor arról szavazunk, hogy lesz ma két napirend? Igen. A napirendi pontokkal, tehát lezártam a napirendi pontokkal, aki egyetért, azt kérem igennel szavazzon. Tíz igen, egy tartózkodás, egy nemmel a képviselőtestület a napirendi pontokat elfogadta. Akkor most jött a javaslat, ugye, hogy ezt a javaslat a sportközpontban lévő úszoda elnevezésére, ezt zárt ülésre tegyük. Aki egyetért vele, hogy zárt ülésre tegyük, az igennel szavaz. Nemmel. Azt mondja, hogy 6 igen, 4 nem, 2 tartózkodással a képviselőtestület nem fogadta el. Tehát nyílt ülésen fogjuk tárgyalni a napirendi pontot. A pénzügyi és jogi bizottság nem tárgyalta az úszoda elnevezésről szóló napirendi pontunkat. Földvári László képviselő úré a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Bár úgy látom, hogy már csak 11-en leszünk nem sokára. Szóval az volt a módosító javaslatom. Egyébként mondtam a módosító javaslatom? Persze, természetesen. A következő a módosító javaslatom. Amennyiben Cseh László hivatalosan írásban visszajelez, abban az esetben lép érvénybe egyébként a most elfogadott határozat. Nekem ez a módosító határozatom, bár úgy láttam, hogy néhány képviselő nem figyel a túloldalt. Úgyhogy én azt kérem, hogy ezt támogassátok, ugyanis ez mindent felold. Én azt gondolom, minden kételyt fel tud oldani. Van-e valami határideje ennek? Hát a határideje szerintem ez mondjuk péntek, vagy 2 hét, pénteki nap. Én úgy gondolom, hogy a rendezvény. Nem tudom, mikor lesz pontosan a rendezvény. Ezt jobban. 7-én. Hát akkor mondjuk szeptember 7-e a határidő. Köszönöm. Somogyi Bálint képviselő úr, ügyrendi. Köszönöm. Azért ügyrendi, mert csak egy ilyen kis intelem, mielőtt itt látva a folyamatokat túl sokan vonulnának, hogy van még egy napi rendünk egyébként, ahol 15 napos határidőn belül kell talán válaszolnunk, úgyhogy azért az egy szerencsétlen helyzet lenne, hogyha határozatképtelenné válna a testületi ülés. Arra az azt jelenteni, hogy valószínűleg egy rendkívül ülés kell tartanunk a napokban. Köszönöm szépen. Mondjuk holnap. Köszönöm szépen. Én befogadom a előterjesztésbe a Földvári László képviselő úr javaslatát, hogyha a képviselőtestület ezzel egyetért, akkor nekem az ellen semmi kifogásom nincsen, amennyiben a képviselőtestület támogatja az előterjesztést. Van-e Oleora Márko képviselő úr? Ügyrendiben. Szeretnék ilyen 5 perc szünetet, köszönöm. Tessék, parancsoljon. Képviselő úrnak volt egy javaslata.
képviselő úrnak volt egy javaslata, Földvári László képviselő úrnak. Van-e esetleg más javaslata az előterjesztéshez? Amennyiben nincsen, akkor szavazni fogunk az első napirendi pontunkról, az egyetlen nyilvános ülési napirendi pontról, aki Oleuro Márko képviselő. Köszönöm szépen a szót, én szeretném kiemelni, azt szerintem ez nem volt egy megfelelően előkészített döntés, se a szó eredményét mindannyian ismerjük, mindannyian tiszteljük. Amikor én a Bálint Mártonba jártam, az egyik legbüszkébb voltam arra, hogy abban az épületbe járhatok, ahol ő úszik mellettünk, de egy ilyet egyébként nem így kell szerintem nevezényelni, szavazzunk róla. Köszönöm szépen. Ez egy vélemény volt természetesen, ezt nyilván mindenkinek a véleményét tiszteletben tartjuk, nekem más a véleményem. Földvári László képviselő. Csak annyit szeretném megköszönni a Turai Tamásnak és a Márkónak, hogy ők nem vonultak ki a teremből. Köszönöm ezt szépen. Én is szeretném kiemelni mind a két képviselőtársamnak. Ezt nyilván a jövőben is figyelembe fogom venni. Szavazni fogunk, aki egyetért vele, azt kérem igennel szavazzon. Nyolc igen, egyhangú. Köszönöm szépen. Zárt ülés következik.